A nemzetközi szereplésről lemaradva a negyedik lett a labdarúgó NB1-ben, és vezetőedzőt is cserélt a Videoton futballcsapata, amelynek soraiban 2013 óta ott van az Anderlechttől hazatért 80-szoros válogatott csapatkapitány, a csatárból lett rutinos belsővédő Juhász Roland. Őt kérdezzük most Vidis és válogatott tervekről, felkészülésről, és persze majd a brazíliai VB-ről is. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Roli, ugye gondolom, hogy amikor a Videoton igazoltál, az abban reménybe történt, hogy Magyarországon majd mindent visztek, nemzetközi szinten, amit lehet hozni. Hát ugye így tervezted tavaly, nem? Hát igen, ugye először is 4 hónapra érkeztem kölcsönbe, hogy megtapasztaljam az itthoni körülményeket. Ugye előtt azért tájékozottam a Torgersanyi barátomtól, hogy valójában milyen körülmények lehet számítani. Ez a 4 hónap meggyőzött abban, hogy tényleg itt komoly célok vannak, és olyan tervek a következő szezonra is, ami nemzetközi kupás szereplés, bajnoki cím, úgyhogy valóban ebben a reményben érkeztem Fehérvárra. A Videotonnál milyen feltételek vannak az Anderlechthez képest? Hát mondhatom, hogy nagyon jó feltételek vannak. Minden adott ahhoz, hogy tényleg csak a labdarúgással foglalkozzunk. Azt mondom, mint a öltözőben, mint a fönt az irodákban is, tényleg mindenki tudja, hogy mi a feladata, azon felül nem szól bele másnak a dolgába. Nagyon felkészült a orvosi stábunk is, a szakmai stáb is, úgyhogy tényleg csak pozitívan tudok beszélni. Most ehhez képest csalódás volt akkor ez az év? Hát abszolút. Elég jól indult a szezon, mondhatom, elég jól kezdett a csapat. Majd utána folyamatosan visszaestünk, úgyhogy ugye nem értünk oda az előbb beszélt európai kupaszereplést érő pozícióba. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy csalódás volt. És miben látod ennek az okait, hogy ez nem sikerült, nem jött össze? Hát sokat beszéltünk erről az öltözőben, hogy valójában mi lehetett ennek az oka. Ugye általában, hogyha egy csapat rosszul szerepel, akkor legtöbbször egy-két játékos, vagy három nem tudja hozni azt a forrát, a meghatározott játékosok. Most nálunk mondhatom azt, hogy az egész csapat egyszer esett vissza. Nagyon nem tudtunk erőt meríteni és pozitív dolgokat átvinni egy adott győztes mérkőzésből. Úgyhogy hát ez szerintem nagyon hozzájárult a negatív szereplésünkhöz. Mekkora volt ebben a gyengébb szereplésben a része, az oka az edzőnek? Hát általában mindig az edzőre vetítik ki a gyengébb szereplést. Én mindig azt mondom, hogy mindenkinek ebből ki kell venni a maga részét. Mindenkinek önkritikát kell gyakorolni, hogy miben is hibázott. Nem csak az edzőre gondolok, a játékosokra, a vezetőkre is, úgyhogy szerintem sokat tanultunk az elmúlt évből. Biztos vagyok benne, hogyha itt együtt megfejtjük, hogy valójában is volt a probléma, akkor egy teljesen új csapattal, egy új szezonnak vágunk most neki, amiben biztos vagyok, hogy sokkal eredményesebb lesz a csapat. A saját teljesítményeddel, amit az elmúlt évi teljesítményeddel mennyire vagy elégedett? Úgy érzem, hogy jól kezdődött számomra a szezon. Sikerült ugye az Andereknél ugye egy hosszabb mellőzés után sikerült így formába rendülnöm, végigcsináltam egy alapozást, majd utána az 5. fordulóban ugye jött egy tércsérésem, aminek következtében ugye az őszi szezonomnak szinte vége is lett. Ahogy visszajöttem a sérülésből, nagyon jól éreztem magam. Az elején úgy gondolom kezdtem formába rendülni, majd én is, amit az előbb beszéltünk, nem nagyon tudtam hozzátenni ahhoz, hogy a csapat kilábaljon ebből a gödörből. Úgyhogy hát én is nagyon bízom, hogy utána a felkészülés után újra formába rendülök és hozzá tudok tenni a csapat sikeréhez. Hadd kérdezem meg, hogy szerinted miért nem kaptak nagyobb lehetőséget a csapat magyar játékosai, most nem rád gondolok, meg adott esetben fiatalokra elsősorban, szóval gyengébbek voltak ők a légiósoknál? Hát szerintem ez a vezetőedző tudná ezt igazán megválaszolni. Én nagyon nem értettem ezzel egyet, mivel nagyon tehetséges fiatal játékosaink vannak, akiket szerintem bátran be lehetne dobni a mély vízbe, hogy nézzük az európai labdarúgás, a világlabdarúgását, tényleg 18-20 éves játékosokat bedobnak a mély vízbe. Sokszor Magyarországon beleesünk abba a hibába, hogy még 22-23 éves, és azt mondjuk, hogy ezekre a játékosokra vigyázni kell. Én tényleg egy olyan folyamatot láttam ott az Anderlechtnél Belgiumban, amikor kikerültem, abszolút a 30 éves korosztály volt jelen. Rá egy évre jött egy fiatalítás, amikor egy 24-25 éves játékosok voltak, most pedig azt mondom, hogy az idén 16-17 éves játékosok is szerepeltek a BL-ben, bedobták őket a mélyvízbe. Szerintem ebből a klub is profitál, ugye az ország válogatottja is,
és játékos is ugye rendkívül jól tud fejlődni. Hát bizony, azt látjuk akár a holland válogatottnál is, hogy Louis van Gaal milyen merészen nyúl a fiatalokhoz, és lám meg is van az eredménye. Ez egy nagyon ambíciózus csapat. De hát az, hogy sok külföldi megy el most tületek a Víditól, az lehet, hogy válasz is erre a kérdésre. És az irány inkább az lesz, hogy nagyobb lehetőséget kapnak majd a magyarok, nem? Én nagyon bízom benne, meg abban is bízom, hogy a magyar bajnokságban is, és tényleg nem bántva az idegenlégióst, a külföldi játékosokat. De én úgy gondolom, hogy azért nagyon sok tehetséges fiatal van Magyarországon, akiknek bátran meg kell adni a lehetőséget, mivel tényleg hogy a játékosok úgy tudnak fejlődni, úgy tudnak előlépni, hogyha rendszeresen játszanak. És sokan belesnek abban a hibában, hogy nagyon fiatalon elmennek külföldre, inkább egy rezerv csapatba. Szerintem ez nem a legjobb megoldás. Én saját példámmal tudok ismételni, hogy lejátszottam 100 NB1-es mérkőzést 22 éves koromig, és tényleg úgy tudtam kikerülni külföldön, hogy érett labdarúgóként. Én azt mondom, hogy jönnek ide külföldi játékosok, de tényleg olyanokat, jobb lenne olyanok jönnének, akik hozzá tudnak tenni, akik mondjuk a fiatalok előtt is példa. Azt mondom, hogy a mennyiség nem biztos, hogy rá kell menni. Az új mester Juan Carrillóval mennyire szeretsz együtt dolgozni, hogy ismered őt, az ő elképzelései milyenek, mennyibe fognak eltérni José Gomezétől? Hát biztos, hogy el fognak tűnni az elképzelések. Minden edző azért valamilyen szinten más. Én az elmúlt egy év alatt nagyon felkészült edzőt ismertem meg bennem. Viszonylag kevés szerephez jutott szerintem a vezetőedző mellett, de ő tényleg mindig a legnagyobb lelkesedéssel csinálta a feladatát. A többiektől ugye hallottam, hogy mikor a Paulo Sousával együtt dolgoztak, és utána volt egy olyan időszak, mikor ő készítette a csapatot fel a tavaly télen, azt hiszem, a bajnokságra, amióta José megérkezett. Akkor rendkívül jó edzéseket vezényelt. Én most ugye vezetőedzőként 3 napig dolgozom vele, úgyhogy abszolút azt kaptam eddig, amit vártam tőle. Milyen lesz a felkészülésetek? Már belevágtatok, és itt a hírek szerint lesznek komoly ellenfelek, hogy a Paris Saint-Germain-nel is megmérkőztök majd. Igen, szerencsére itt tudunk ilyen csapatán is játszani, de a felkészülésünk az most elkezdődött a héten. Szombaton elutazunk Ausztriába 12 napra, jön utána az említett Paris Saint-Germain elleni mérkőzés. Ha jól tudom, még közben azért az edzőtáborban lesz 2 mérkőzésünk. Mondom, utána is még egy-kettő, és akkor nagyjából egy hónapon vagy kezdődik a bajnokság is. Na most ezek szerint akkor te jól érzed magad a Videotonnál a gyengébb szezon ellenére, azt lehet mondani, hogy talán ez lesz pályafutásod utolsó csapat, ez a pályafutás még jó sokáig tarthat azért. Főként, hogyha most ránézek a világbajnokságra, és akkor látok olyan veterán belső védőket, mint akár Rafa Márquez, vagy Jepes a kolumbiai válogatottban 38 évesen. Hát az, hogy ez lesz a pályafutásom utolsó állomása, erre nehéz válaszolni, ugye a labdarúgást elnézve nagyon biztosan nem lehet menni, ugye tényleg fél évenként játékosok nagyon gyorsan váltanak csapatot. Mondjuk én nem vagyok az a nagy vándormadár, ugye 3 csapatban futballoztam eddig profi szinten. Jó érzem magam Fehérváron, nem bánnám, hogyha itt fejezném be a pályafutásomat. Az, hogy ez meddig tart, azért ezzel nekem is vannak olyan megkötéseim, hogy tényleg addig szeretném, hogy még hozzá tudok tenni, még abszolút lendben érzem magam, és úgy érzem magam, hogy abszolút motivált vagyok. Amennyiben ez tényleg bennem is megváltozik ez a kérdés, akkor biztos vagyok benne, hogy váltani fogok, és meghúzom azt a vonalat, amit az adott esetben meg kell. Na, ha már említettem Márquezt vagy Jepest, hogy tetszik ideig a világbajnokság? Láttál-e olyan védőket a posztodon, akiktől még így 31 évesen is lehet tanulni? A világbajnokság nagyon tetszik. Ezt is vártam a világbajnokságtól, hogy egy ilyen tényleg kiegyensúlyozottabb VB lesz, és nem mondjuk egy-két csapatról fog szólni, ugye azért idáig már igen komoly csapatok kiestek. Hát az, hogy tanulni szerintem mindig lehet, és kell is, minden egyes mérkőzésből, minden egyes játékostól. Szerencsére, mondom, vannak azért nagyon jó védők, és ezekkel lehet minden alkalommal tanulni. Na mondjál nekem egy-két nevet, aki tetszett kifejezetten a védelemekbe, a belső pozíciókban. Hát akár nekem, fiatalabbak, akár idősebb. Nekem például nagyon tetszik a francia kettős. Ők azért látszik, hogy annak ellenére tényleg fiatalok, jól mozognak együtt, de most így szerintem többet is ki lehetne emelni, meg lehetne több játékosról is beszélni. Nekem nagyon már a PSG-ről beszéltünk, ugye a brazil belső védő, azt szerintem rendkívül jó és masszív játékos, de mondom, lehetne mondani számos
számos olyan játékost, akire abszolút fel lehet nézni a fiatalkor ellenére is. Védekezésben láttál-e újdonságokat azokban a rendszerekben, amiket használnak a csapatok, válogatottak most a világbajnokságon? Hát szerintem védekezésben az nagyjából adott egy, vagy egy négyvédős, vagy egy háromvédős rendszer. Ami ugye ötre is tud bővülni. Hát igen, általában a két szélsőke, ugye ez ötre is bővülhet. Úgyhogy ebben úgy igazából újat nem. Csapatvédekezésben is azért rendkívül sok mérkőzést lehet látni manapság a tévében, rendkívül sok taktikát, úgyhogy ebben szerintem olyan váratlan és meglepő még nem volt. Roli, és hogyha itt látjuk ezeket a válogatottakat, akkor tudásban és egyáltalán hozzáállásban melyek voltak azok a sikersztorik idáig, vagy ilyen mini sikersztorik, amiből mondjuk a magyar válogatott sokat tudna tanulni? Mert mondjuk a görög küzdőképesség az nem volt semmi. Így van, vagy akár egy Kosztarikát is említeném, aki számomra egy nagyon színfoltja itt a VB-nek, ugye egy igen masszív csoportból jutottak tovább. De igen, említette a görögök küzdőképességét, és azt tényleg, hogy az utolsó percig bíztak abban, hogy tovább jutnak, meg is lett az eredménye. Hát a görögök az pont nekünk egy ilyen olyan feladat lesz, ami ellen nekünk is, hogy meg kell vívnunk a saját harcunkat majd, de bízom benne, hogy ez sikerre történik majd. Többes szám első szemét használtál, te is a válogatott. Azt már annak idején mondtad, hogy te nem azért akarsz válogatott lenni ennyi válogatottsággal a hátad mögött, hogy statisztikákat húzogassál és elérjél egy még nagyobb számot, hanem hogyha tevőlegesen számítanak rád. Ebben és védekezésben mennyiben, miben különbözik az új válogatott Pintér Attila elképzelése Jegervári Sándorétól? Hát korábban említettem, hogy minden edző más, ugye az új szövetségkapitánynál rendkívül sok időt helyeztünk a taktikai elemekre, ugye a toldások gyakorlására és tényleg a védekezésnek a lepontosítására. Ez sajnos egy válogatottnál azért nem sok idő van a felkészülésekre, ugye amikor csak 3 napot van itt a csapat, amikor 5-öt, úgyhogy igazából nagyon meg kell ragadni az alkalmat. Taktikázásra az új szövetségkapitány szerintem ezt maximálisan kihasználhatta, de mondhatom, hogy Sanyi bá is azért tényleg abszolút a taktikai elemekben hibátlan volt, úgyhogy még majd az eredmények minősítenek ugye mindig mindenkit, úgyhogy szerintem felkészülése már nincs sok időnk, ideje a csapatnak, és szeptembertől kezdődik az éles mérkőzés, és onnantól kezdve meglátjuk, hogy állt össze ez a csapat, az védekezés és az egész csapat. De neked mindeset reális és valódi személyes célkitűzés is az, hogy Európa-bajnokságon játsszál ebben a válogatottban, nem? Hát igen, hogy 31 éves leszek hamarosan. Így talán az utolsó esélyem arra, hogy tényleg részt vegyek egy Európa-bajnokságon. Most azért szerintem erre igen nagy lehetősége van a válogatottnak, mivel az új szabályok szerint azért a harmadik is odaér, így mindenképpen mondhatom azt, hogy talán azt is, hogy most vagy soha, de hát azért ez nem lesz olyan egyszerű, azért többi csapatnak is vannak céljai, de egy fiatal csapatunk van, bizony, hogy összeér itt az első tét meccsünk. Roli, hát akkor sok sikert és jó munkát a felkészülésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.